Hello, sziasztok, sziasztok, Keeper vagyok, üdvözöllek benneteket a csatornámon, amint említettem, hogy Ion-ban nem mindig fogok tutorial videókat csinálni, mármint mindig a szintezésről, hanem egy fontosabb állomáshoz érünk, akkor azt be fogom mutatni. Hát most odaértünk, ugye látjátok, hogy 20-as szintűek vagyunk, és ez azért fontos leginkább, mivel megkaptuk az első stigma questet. Ez a stigma rendszer ugye egy olyan rendszer, ami választható skilleket jelent, gyakorlatilag választható és cserélhető skilleket jelent. Ilyen stigma köveket rakhatunk be ezekre a slotokra, és ezt akármikor kivehetjük, és be is rakhatjuk őket, és cserélgethetjük, és gyakorlatilag itt szabhatjuk teljesen személyre a karakterünket, mármint skillek terén, értitek? Ezek mindegy egy skill lesz, ide berakhatunk skilleket, de nem feltétlenül kell ugyanazokat rakni, valakik ezt pakolnak be, valakik azt pakolnak be, gyakorlatilag attól függően, hogy mire használják leginkább a karakterjüket. Ugye például templárra lehet majd választani olyan ágot, ami inkább a tankolás segíti elő, egyre több védelmi skill lesz benne, és van egy másik ág, amelyik gyakorlatilag inkább a DPS-t fogja preferálni, mármint azt az ága, azokat a tulajdonságainkat fogja növelni, meg olyan skilleket fog adni, amivel nagyobb DPS-t fogunk kitolni magunkba. Tehát akkor csináljuk meg, ugye még nincs felszabadítva gyárilag egy darab ilyen stigma hely sem, 20-on fogunk felszabadítani kettő darab ilyen helyet, és ezzel a questtel, amit én szeretnék megmutatni nektek. Na, nézzük meg, hogy mi ez a quest. Silver of Darkness, ezt 20-on mindenképp meg fogjuk kapni, és a kampány questekbe fog bekerülni. Sanctum Ba, látjátok? Egy ilyen külön része, és azt pipáljátok be. Én most más ki is, vissza is ki is pipálok, hogy ne zavarjon minket. Nézzük meg, ugye ide kell jönni, ez a Yuklászhoz. Sanctumba. Beszélünk bele, és akkor utána Ludinához kell mennünk. Hát egy kicsit lehet, hogy az hosszadalmas lesz a quest, megpróbálom gyorsan. Na, rendben, akkor megpróbálom kicsit így belehúzni. Azt akartam elmondani, lehet, hogy egy picit megakadt, ugye amikor a térképen kikeresi az NPC-ket a játék, akkor eléggé megakadt. Ide át kell mennünk ugye a kocsmába. Ez egy ilyen külön szigeten van. Gyorsan megmutatom, hogy hogy lehet ezt oda elérni nagyon hamar. Na. Vannak itt a városban, úgy látom egyébként, most hány óra van? 13 óra 30 van, és csütörtöki nap, egész ahhoz képest elég jól vannak. Hoppá, ott van egy ilyen a Godstone zsák, ezt megnézem gyorsan, hogy mennyibe kerül. Nem ragudjatok, csak 100 millió. Nem sok. Meg is lenném, hogyha most lenne annyim, lehet, hogy van is annyim, majd mindjárt, hogy a videó után rá fogok nézni. Na, akkor ugye ide kell teleportálni. És be kell venni ide a kocsmába. És el kell kapni ezt a csajszit. Ezt a kis ízba csajt. Oké, és akkor... Na szóval... Ez a csaj ugye elteleportált minket ide Verteromba, amint látjátok ide a... ide. Ugye ide lehet repülni is egyébként, hogyha elveszítettek a dolgot. Az leugrott. Na! Akkor itt beszélünk vele, ugye a sárga questet választjuk ki persze. És ő ugye elteleportál minket egy ilyen helyre, ahol igazából semmit nem tudunk csinálni, csak ezt a küldetést megcsinálni, és ide nem is fogunk visszatérni soha. Beszéljük az NPC-vel. Azért is ilyen fontosabb mozzanatokról a játékban fogok csinálni videót ezekről, mivel nehogy véletlenül valaki úgy legyen, hogy elakad benne, és akkor nem tud semmilyen olyan információt előszedni, ami elősegíteni. Főleg ugye szerintem ilyen magyar nyelvű tutoriál sorozat Ionról YouTube-on még nincsen, vagy Ionról, én Ionnak mondom, mindenki ahogy szeretné. Na nézzük, ez ugye berepít minket ide. Ahogy. És akkor elvileg megint egy NPC-vel beszélgetés lesz, ja nem? Ezt a ládát kell meglesnem. Igen, és akkor beszélni az NPC-vel.
És itt akkor megmutatja az NPC, hogy mégis hogy működik ez az egész. Látjátok, hogy két slot felszabadult. Az inventory-ba pedig került egy darab stigma. Ezt a stigmát egyszerűen be tudjátok húzni. És akkor utána bekerült ide, és bekerült a skill listára legalulra, stigma skillekként. Ezt mondjuk kirakom most skillbára. Ez egyébként nem plusz skill gyakorlatilag, csak ez egy ilyen tutorial bemutató. Na és akkor... Jó. És akkor beszélünk vele még egyszer. És igazából, látjátok, ezt tudjuk használni, ez egy... Cleric skill egyébként, egy ilyen gyógyítás. És... Elvég meg fognak minket támadni. Na, gyere, gyere. Ugye repülő bizgetjük. Ah, itt van. Jó, öljük, öljük. És akkor ki tudjuk közben próbálni ezt a skill-t. Látjátok, ez egy ilyen gyógyító skill, igazából random ad egy ilyen stigmát, hogy ki tudtok próbálni, ennyi a lényeg ennek a küldetésnek. Tudjátok így használni. Oké, okay, amint megöltük. Amint megöltük, kis teleportálunk onnan és beszélhetünk ő vele. Na, és akkor ezután úgy látom, hogy elteleportált minket a következő helyre. Itt is beszélünk egy emberkével. És elvileg le is adható a küldetés. Hol is? Ja igen, a Stigma Mesternél. Van egy szanktumba. Ezt nem fogom mutatni, hogy hol van. Le fogok innen menni, hogy jobban be tudjátok határolni, hogy hol ez az emberke. Itt adhatjuk le a küldetést. Elég sok XP-t ad. Plusz még ad nekünk egy nekünk való stigmát, és még egy ilyen zsákot, meg stigma sárat is. Na. Jó, és akkor elmondom gyorsan. Minden stigmának a berakásához szükségünk van ilyen stigma sátra. Ez általában esik nagyon-nagyon sok fajta mobból, leginkább balaurokból, amik ilyen közös zónákban, ahol az modián is van, olyan zónákban lévő mobokból szokott leginkább esni, de egyébként rengeteg helyen esik. És ez szükséges, hogy bepakoljuk. Le van írva minden stigmához egyébként, hogy mennyi szükséges. Na akkor ugye nekünk most van egy ilyen Diamond Fury nevű stigmánk, amit ha berakunk, akkor kapunk egy olyan skill-t, látjátok, hogy szíkálat, akkor növel 30 szekundon, másodpercig 30%-a. Ez nagyon jó DPS skill, de egyébként itt meg tudunk nézni, hogy még milyen stigmáink vannak. Látjátok, hogy itt van Vario Classnak, és akkor nekünk ez van, Diamond Fury, és akkor az a Holy Shield, ami gyakorlatilag 30 másodpercig reflektálja az ütéseinek, 30 másodpercig, ha megütnek, akkor 46 damage-t visszareflektál az ellenfélre. Ennyi igazából, és utána látjátok, hogy 22-esen lesz egy ilyen, 22-esen lesz ez a Doom Lure, ez nagyon-nagyon-nagyon fasznos, stigma, ezt fogja helyettesíteni gyakorlatilag, nézzétek meg, hogy tudunk 17 méterről húzni enemit, és 10 másodpercenként, nagyon-nagyon hasznos, 10 másodperces CD van, így gyakorlatilag tudjuk rángatni az enemiket, hogyha menekülő ellenfelet ugye PvP-be visszarántani, vagy berántani a tömegbe a mi gruppunkhoz az ellenfél játékosát, és akkor ott szétcsapni, vagy pedig egyszerűen, amikor tankoltak, akkor is. Ez nagyon hasznos lesz, ez 22-esen mindenképp kell, ezt meg is veszem én most itt, azért, mert ezt én mindenképpen be fogom rakni, de addig megyünk meg ezt a Holy Shield-et, nem értnek. Egyébként nem muszáj itt vennetek stigmákat, nem muszáj itt vennetek meg őket, hanem AH-ban, Brokernél is benn vannak, általában lehet, hogy olcsóbban, mert ugye esnek és be szokják pakolni a játékosok. Na, nézzük egyébként, hogy működik ez a berakás. Mindig a Stigma Master NPC-nél, Stigma Master, látjátok, ennél tudjátok bepakolni a stigmákat. Ugye ezt az kettőt szeretném berakni. Ugye ide, erre a kettő slotra. Hát akkor azt annyit kell csinálni, beszéltek ezzel az NPC-vel, és akkor ezt, erre nyomtok. És akkor... Látjátok, hogy hány stigma sárdatok van. Ugye itt az inventory-ban, de ki is írja. És akkor... Itt írja, hogy ha ezt be akarjátok rakni, az 60 darab stigma sárdot fog levonni be tőletek. Oké, okay. De szeretném berakni mindenkit. Ezt is berakjuk. Ez is 60 darabot fog levonni tőletek.
Micsoda nagy templár. Na, és akkor gyakorlatilag 630 stigma shardunk maradt, viszont bekerült 2 darab stigmánk. És ugye többet nem tudunk berakni, még ezek nincsenek felszabadítva, minden egyes stigma questről fogok tutorial videót csinálni, ahogy haladunk előre a játékban. Na, jól van, oké, akkor ugye, kilépünk innen, és bemegyünk a K-hoz, mondtam, hogy legalúra kerülnek ugye ezek a stigma. Stigma, skillek. Én ezt szoktam egy ilyet csinálni. De nagyon örül magának ez a templár. Na, ide szoktam egy ilyet csinálni, és ide szoktam az ilyen buffjaimat berakni sokszor. Így. Rendben van. Na, és akkor meg is mutatom, hogy ugye mit csinál ez a kettő. Le kellene menni egy olyan helyre, ahol vannak elemeik. Mondjuk, bátoromba. Na. Na, oké, akkor csinálunk egy olyat, hogy megmutatom azt a két bocsánat, ne haragudjatok, a közjáték itt hülyeskedett, ciao, nem muszáj volt írnom. Na, ez. Ugye mondtam, hogy ez reflektálja az ütéseknek. Látjátok, hogy ahogy engem megüt, hogy fenn van rajtam ez a buff, akkor 46 HP-t ő sebződik. Látjátok, ez egy nagyon hasznos skill. Gyakorlatilag akkor is jobb volt többen találhatnak, mert meg mindenképpen ugye hasznos, hát 15-öt üt rajtad, meg 46-ot szegény. Ez ugye fix 46, tök mindegy, megtaláltuk, mindenképpen csak 46-ot fog sebezni, sebződni. Na és akkor mutatom a következőt, ahhoz itt megnyitom én ezt az info ablakot. Attack 179-ünk ugye van. Hogyha ezt beküldjük, 222 egyértelmű, nem túl bonyolult, 30%. Tulajdonképpen növekszik az atakunk, ami nagyon-nagyon sok egy játékban, higgyétek el. Nem tűnik soknak, de ne nagy. 30% az jó. Meg ugye fog már még ez mellé kerülni, mert templárnak egy 50%-os buffja, tehát akkor már 80%-ot fogunk tudni növelni az atakunkon két buffval. Igaz, hogy 30%-ig megy, de mennyi is? Igen, 3 perc egy CD van, ami annyira nem rossz. Mindenki hasznos skill, ugye más stigmát egyelőre be se tudunk rakni, majd ahogy növünk, akkor tudunk válogatni a stigmák közül, hogy mégis milyen álmon akarunk elindulni. Egyelőre ez van, ezt használjuk. Szóval akkor ez a kettő volt. Jó, akkor egyébként más skillt egyelőre nem is kaptunk. A következő tutorial videó szerintem a következő instáról NTC-ről fog szólni, ami egy 25-ös insta, ugye. És 6 személyes már, 6-an fogunk menni, és akkor azt fogom megmutatni, hogy kell letankolni, meg hogy kell mégis mit kell ott csinálni, milyen küldetések van. Meg 25-ön fogok mutatni majd még egy másik küldetést, amelyik nagyon-nagyon fontos a játék szempontjával kapcsolatban, ami nagyon fontos az a küldetés, és arról fogok egy tutorial videót mindenképpen eszközölni majd. Na, köszönöm szépen, hogy itt voltatok, hogyha esetleg tetszett a videó, akkor iratkozzatok fel a csatornámra, és nézzetek tőlem többet. Sziasztok!